Először felhelyezzük az állványra a rugót az első nehezékkel. Majd 50 g per nehezék terhelést kell helyezni a rugó végére, és olvassuk le a rugó hosszának változását. A terhelést fokozatosan 50 g-onként kell növelni, és fel kell jegyezni a hossz változásokat. Ha egy koordinátarendszerben ábrázoljuk a rugó megnyúlását az azt okozó erőhatás függvényében, akkor a grafikon meredekségéből le tudjuk olvasni a rugó állandó értékét.